2010. június 4-én az országgyűlés elfogadta a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényt. Ekkor úgy döntöttünk, hogy a nemzeti történelmünk legsötétebb napja ne csak lesújtson, hanem erőt is adjon, egymáshoz is emeljen minket. Dr. Salacz László országgyűlési képviselő a Nemzeti Összetartozás Napjának tiszteletére szervezett megemlékezésen ma délután kiemelte. Az 1920. június 4-én meghozott trianoni békediktátum 101. évfordulóján sem szabad elfelednünk, hogy a győztes hatalmak egész nemzeteket büntető döntései nem a szabadság, nem a béke, hanem újabb viszályok, diktatúrák és későbbi háborúk magvait vetették el. A képviselő hangsúlyozta, újjáépítünk egy olyan magyar államot, amely szolgálja és nem kiszolgáltatja a magyar nemzetet. Tartozunk ezzel az elégtétellel Trianon 20. századi veszteseinek, és tartozunk ezzel a reménnyel a 21. század új, magyar, győztes nemzedékeinek is. Nekünk magyaroknak, ahogy a múltban, úgy a jelenben is mindenért meg kell küzdenünk itt az anyaországban, de még inkább a határokon túl, tette hozzá dr. Salacz László. Nem tud róluk a nagyvilág. Hőstettükről nem beszélnek. Hírük nem őrzi legenda, dicsőítő harci ének. Csak a sírjukon nőtt fenyők. Molnár H. Boglárka, a Kecskeméti Televízió erdélyi származású szerkesztője Kányadi Sándor Nyergestető című versével emlékezett a hazáért életüket áldozó székelyekre, és tisztelgett minden határon túlrekedt magyar előtt. Ahogyan az a megemlékezésen is elhangzott, ők azok, akik sokszor identitásukért küzdve a legnagyobb áldozatot hozzák. Ezért fontos, hogy a Nemzeti Összetartozás Napjával és mindennapi cselekedeteinkkel kifejezzük, a Kárpát-medence egységes nemzete a magyar, az ország határok ellenére is.